A nők több mint felét érinti élete során az inkontinencia. Mégis még mindig számos tévhit és előítélet övezi a témát. Az inkontinencia témakörét járták körbe az Egy sima, egy fordított című ingyenes egészségügyi sorozat soron következő előadásának hámóban. Dr. Nyírő Melinda tüdőgyógyász ezúttal Dr. Ács Nándort, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatóját invitálta meg egy beszélgetésre. Az inkontinencia nem csak a menopauza küszöbén álló nők számára lehet ismerős. Olyan téma, amit akkor az ember, amikor orvosként dolgozik, és ott több helyen, általában nem szoktak mondani, mert mindenki szégyelli. Legyen az férfi, vagy legyen az nő, mindenféle korosztályban, nyilván az idősebbeket többször érinti. Megpróbáltam, tehát ahogy házi orvosként is működöm, és megpróbáltam azt megcsinálni, hogy rákérdezek erre a témára, hogy mi is a helyzet az inkontinenciával, és még akkor is nagyon szégyellik magukat, pedig a családorvossal vagy a házi orvossal kellene megbeszélni ezt az ügyet, vagy ezt a tünetet. Úgyhogy emiatt, azért mert ez egy titkos téma, emiatt nagyon vártuk annak a szaktekintélynek az eljövetelét, illetve a vendégeskedését ebben az Egy sima, egy fordított előadássorozatban, ami most már a 9., aki Ács Nándor professzor úr, aki a Semmelweis Egyetem női klinikájának az igazgatója, és a Magyar Nőorvos Társaságnak az elnöke, és szívügye ez a téma. Nyilván azért, mert a teljes válszélességgel a nők mögött áll, és ezt a problémát is szeretné megoldani, mind szervezésileg, mind pedig szakmailag. Szeretném, hogyha ebből mi profitálnánk, úgyhogy ezért hívtuk meg a professzor urat. Ez nagyon tabu téma. Tehát az az igazság, hogy ezzel ugye a nőgyógyásznál sem nagyon jönnek elő a hölgyek, pedig ott nagyon intim dolgokról beszélünk, de valahogy ezt az intim inkontinenciát még az intim dolgokon belül is egy tulajdonképpen ilyen szégyelni való területnek gondolják, ami így, ha végig gondoljuk, egy teljes butaság, hát egy ugyanolyan betegség, mint hogyha valakinek, nem tudom, egy gyomorfekéje van, vagy bármi ilyesmi, de nagyon nem szeretnek erről beszélni. Tehát legtöbbször csak akkor kerül elő, hogyha az orvos esetleg külön rákérdez valamire. Valóban például, amit ön is említett, hogy a szülések, minél többet, minél nagyobb babákat szül valaki, az egyértelműen ugye ronthatja a vizelettartási készséget. De nagyon-nagyon sok olyan betegünk van egyébként, aki 30-35-40 éves, és bizonyos mértékű inkontinencia van. Ez nem azt jelenti, hogy ott valami szörnyű műtétet kell csinálni, vagy rögtön valami őrületes gyógyszeres kezelést, de meg kell oldani az inkontinens problémáit. Több hatékony módszer is létezik az inkontinencia ellen. Mindig próbálunk a lehető legkevésbé intenzív, vagy legkevésbé invazív módszer felől menni, tehát például az inkontinenciánál alapvetően a nagyon egyszerű életmódbeli változtatások, a folyadékbevitelnek a szabályozása, ez mind segíthet, de hogyha a fizikális dolgokban gondolkodunk, akkor a különböző hüvelytornák, kismedencei tornák nagyon-nagyon sokat segíthetnek, bizonyos lézerkezelések kifejezetten jó hatásúak lehetnek, és aztán utána, attól függően, hogy milyen típusú az inkontinencia, hogyha ezek a konzervatív módszerek nem vezetnek eredményre, akkor lehet egyrészt vagy műtéttel kezelni, vagy pedig vannak gyógyszerek. Ez mindenkire igaz, tehát alapvetően, hogyha egy idősebb hölgy érkezik, egy 75-80 éves hölgy, akinek van vizelettartási nehézsége, ő nála is először meg lehet próbálni a hüvelytornát, az intim tornát, meg lehet próbálni a lézerkezeléseket, és hogyha ezek nem válnak be, akkor megyünk a komolyabb orvosi kezelések felé. Bár népbetegségről van szó, mégis sokan szégyelnek beszélni panaszaikról, és orvoshoz sem fordulnak. Pedig az inkontinencia gyógyítható. Fontos, hogy aki megtapasztalja a kellemetlen tüneteket, forduljon orvoshoz.